Korda család az európai filmművészet meghatározó alakjai. Alexander Korda, vagyis Korda Sándor a Dzsungel könyve című filmjével 4 Oscar-díjat nyert 1942-ben, öcsét, Korda Vincét pedig az amerikai és az európai filmművészet egyik legötletesebb, leginvenciózusabb alakjaként tartják számon. Tihanyi Lajos különösen ragaszkodott a kedvenc festményeihez, szinte soha nem volt hajlandó megválni tőlük, és akár éveken át, országokon keresztül is hurcolta magával. Nagyon ritkán azonban kitartó baráti unszolásra hajlandó volt megválni egy-egy kedvencétől, és így került ez a festmény Alexander Korda tulajdonába az 1930-as években, akik a közeli kapcsolatra való tekintettel, hiszen jó barátságban voltak Tihanyival, több másik jelentős tihanyi festményt is megvásároltak. A Szepességben készült Szomolnokon 1911-ben, és Tihanyi egyik kedvenc tájképe volt, amelyet számos hazai és nagy nemzetközi kiállításokon is bemutatott, már az élete során is. A Nyolcak festőcsoport utolsó tárlatán Budapesten 1912-ben volt látható, majd Bécsbe vitte 1914-ben, ezt követően 1915-ben már San Franciscóban a Panama Pacific világkiállításon volt látható. Ezek után hazahozta Európába, majd újra kivitte Amerikába, New Yorkba 1929-ben, ahol a Brooklyn Múzeumban mutatta be egy csoportos kiállításon. Egy igazi kuriózum tehát ez a festmény, Tihanyi Lajos kedvenc tájképe, amely 9 évtizede ugyanannak a családnak tulajdonában áll. Thank you.